történelem szemléleti áttekintésünkben eljutottunk a 20. századhoz, és 20. század első negyedéhez, és itt bizonyos előzményekről beszélnünk kell. Az 1789-ben kibontakozott baloldal elsősorban a nacionalizmus favorizálásával kísérelte meg azt a tradicionális keretek bomlasztását. A nacionalizmus, mint már beszéltünk erről, voltaképpen és ebben a baloldali formájában azt jelenti, hogy a nemzet egyetemessége minden más különbséget meghaladó jelentőségű, tehát a nemzethez tartozás minden más különbséget tulajdonképpen eliminál, és ilyen módon a nemzetbe való lefelé történő nivellálás könnyűszerrel végbe mehet. Ez a nivelláció és alászállítás természetesen azoknak a sötét erőknek, amelyek a baloldalban testesültek meg, és amely a baloldaliságot használta fel önmaga céljaira, rendkívül megfelelő volt egy első fázis békhezviteléhez. Tudjuk azonban, hogy nem csak a nacionalizmus produkálta a francia forradalom, hanem tulajdonképpen közvetve az internacionalizmust is. Az internacionalizmus, amely a nivellációt már összeemberiség vonatkozásban vetette fel, természetesen nem a nivellálás szót használva, de alapjában véve teljesen erre irányulva. Tehát a lényeg az, hogy az ember ember legyen, az emberek világához tartozzék, és ez önmagában már olyan méltóságot jelent, amely minden egyéb különbséget jelentéktelenné tesz. Tehát a nacionalizmussal kezdődött az alászállítás, és az internacionalizmussal folytatódott. Elvileg lehetne olyan nacionalizmus és olyan internacionalizmus is, amelyik nem nivellációs természetű, tehát lehetne ilyen, de azt, hogy ezek előtérbe kerüljenek, azt erőteljesen megakadályozták azok a tendenciák, amelyek a történelem formálásában jelentős szerepet kaptak. Az internacionalizmus azonban az idők folyamán, tehát a századforduló táján már a baloldalnak kedveltebb eszköze, módszere volt, mint a nacionalizmus. A nacionalizmus körülbelül a század közepéig előtérbe helyezte az internacionalizmussal szemben, de az egészen kezdeti időkben is voltak már internacionalista tendenciák. A század második felében azonban kezdte ezeket lassan, fokozatosan felszínre hozni. Most a széles közvélemény ezzel nem volt még tisztában. Még nem volt tisztában, hogy mi a nacionalizmus, internacionalizmus szerepe, ez a baloldal hogyan viszonyul ezekhez. A baloldal természetesen már ismerte, végül is ismerte az 1789-es francia, az 1830-as francia, az 1848-49-ben átmenő európai forradalmakból, ismerte azokból az 1870-71-72-es időkből, amelyek szintén egy óriási nagy graduális alászállást jelentettek, nem csak Franciaország, hanem a világ életében. És azután eljutunk ebbe a századba. Már 1905-ben volt egy orosz forradalom, amely azonban nem tudott egyetemes érvénnyel egész Oroszországban uralomra kerülni, hát ez tulajdonképpen egy főpróbaszerű volt. Egy főpróbaszerű, nem tudott elhatalmasodni. 1914-ben ugye kitört a első világháború. Az első világháborúban
Érdekes volt a tradicionalitás közeli és antitradicionalitás közeli hatalmaknak az eloszlása. Az antitradicionalitás elsősorban Franciaország képviselte. Franciaország képviselte, Anglia, amely bár tradicionálisnak tűnt, ez a tradicionalitás konvencionalitás volt. Az angol konzervativizmus, ami egyébként sok rokonszemes vonást is mutat, tulajdonképpen a konvencionalitás és nem a tradicionalitás konzervativizmusa volt. Tehát őriztek formákat, de szellemi értékeket nagyon kevéssé. Ez igen jelentős mértékben összefüggött 7. Edward királlyal, akkor a világháborúban már 5. György uralkodott, de elődjében apjával, ugyanis 7. Edwardnak hosszú-hosszú idő után ismét nagy hatalma volt az angol királyok között. Nagyon nagy hatalma volt. És ez azonban nem királyi méltóságából következett, hanem szabadkőműves mi voltából következett. A angliai szabadkőművesség élén tulajdonképpen ő állt. Ő hozta létre például azt, hogy a lordok háza jelentéktelenedjék el. A lordok házat azonban nem lehetett eljelentékteleníteni, mert ahhoz a lordok házának a hozzájárulása kellett volna. Akkor ő elkezdett lordokká tett embereket, olyan embereket, akik előzőleg biztosították arról, hogy ezt végre fogják hajtani. Tehát feltöltötte a lordok házát. Utána a képviselőházban hozatott egy olyan javaslatot, hogy a lordok házának a jelentőségét le kell csökkenteni a minimumra. És utána ezt a lordok házával is megszavaztotta. Tehát 7. Edward nagyon negatív szerepet játszott a világ és tulajdonképpen Anglia életében is. Tehát Angliát, amelynek tulajdonképpen a tradicionális oldalon kellett volna állnia, monarchikus államformája, imperiális ambíciói és egyebek alapján, tulajdonképpen egy teljesen a másik oldalra állította. Most itt volt Oroszország. Oroszország tulajdonképpen inkább a tradicionális birodalmak körébe tartozott. Az egy szerencsétlen, reálpolitikai helyzet volt, hogy Oroszország a Entente kordiálhoz csatlakozott, és ez a csatlakozás Oroszország végét is jelentette. Most a másik oldalon állt ugye a német császárság, az osztrák-magyar monarchia, és a török szultanátus. A török szultanátus. Ezek képviselték a tradicionalitáshoz közeli, nem tiszta tradicionalitás, közeli elvek érvényre juttatását állami, társadalmi szinten. Olaszország, amely kezdetben, de nem a háborúban, először nem kapcsolódott be. Németország és az osztrák-magyar monarchiával volt szövetségben, hármas szövetség. Olaszországnak a német császárság és az osztrák-magyar monarchia, az úgynevezett központi hatalmak mellett kellett volna beavatkozniuk a háborúban. 1915-ben Julius Evola 17 éves korában egy vezércikket írt, amelyben követelte Itália bekapcsolódását a háborúba a központi hatalmak oldalán.
Ennek nem lett foganatja, később bekapcsolódott a háborúba az Antant oldalán. Noha, mint szintén királyságnak, voltak éppen másutt lett volna helye. Most a háború tulajdonképpen Szerbiával összefüggésben robbant ki. Szerbia királyság volt ugyan, de a szerb királyi család, a Karađorđevićek, az európai király uralkodói dinasztiák között olyan helyet foglaltak el, hogyha egy Habsburg Lothringen főherceg, egy Karađorđević lányt akart volna elvenni, az ugyanolyan lett volna, mint hogyha egy polgári származású lányt vett volna el. Tehát nem is tartották dinasztiának. Mint hogy nem is volt, az egy bojár család volt. A másik, az Obrenović, szintén egy bojár család volt, de az egy tisztességes bojár család. Tehát Szerbia és a szerb szabadkőművesek, nem szabad elfelejteni, a osztrák-magyar monarchia területén, de Szerbiából irányítva összeesküvéseket szerveztek és merényleteket. Ennek a merényletnek esett áldozatul Ferenc Ferdinánd főherceg, a trónörökös és felesége. Ez egy szabadkőműves szervezet. Szerbiából irányítva, Szarajevo akkor ugye, mint most is Boszniához tartozott, Bosznia viszont a monarchiához. A bosnyákok a leghűbb katonái voltak egyébként a monarchiának, leghűbb és legkiválóbb katonái. A bosnyák muszlimok elkötelezett hívei voltak a monarchiának. És mindig különlegesen méltányos bánásmódban részesültek a bosnyák muszlim küldöttek, hogyha például az udvarban jártak. Egész kivételes elbánásban és még kivételesen méltányos elbánásban volt részük. Nos, tehát így indult, most Szerbia védelmében, miután az osztrák-magyar monarchia ultimátumot intézett Szerbiához, hogy ki akarja nyomoztatni a merényletek hátterében működő szervezeteket, és a szerb rendőrség ezt nyomozza ki oly módon, hogy a nyomozásba bekapcsolódhassanak az osztrák-magyar monarchia nyomozó hatóságai is. Ezt Szerbia visszautasította. Németország teljes erővel a monarchia mellé állt, Oroszország teljes erővel, mint szláv, Szerbia mellé, Franciaország Szerbia mellé, Anglia, Franciaország és Oroszország mellé, és végül kirobbant az első világháború. Na most az első világháborúnak volt egy implikált célja. Egy implikált célja. A implikált és szabadkönyves vezérlésű és elgondolású célja. Ez a következő volt, hogy Európában van négy tradicionalitás közeli birodalom. Először is négy birodalom és négy tradicionalitás közeli birodalom. Ezek közül három a központi hatalmakat jelenti, nem csak az oldalán, hanem jelenti. Német császárság, osztrák-magyar monarchia, török szultanátus, egy pedig az Antant oldalán áll. Tehát a dolog nem volt annyira egyszerű. Nem volt annyira egyszerű. Mert ha ugye legyőzik a központi hatalmakat, akkor Oroszország még fennmarad. Ha Oroszországot legyőzik, ez az Antant legyőzését jelent, és akkor három birodalom még mindig fennmarad, sőt az orosz cári birodalmat sem semmisítik meg. Csak egy kicsit a politikáját transformálják. Tehát arra volt szükség, hogy az Antant oldalán álló, a sötétebb oldalon álló, de értékeket még felmutatni képes orosz cári birodalom is semmisüljön meg,
és semmisüljön meg a központi hatalmaknak a legerősebb három országa. De még Bulgária is részt vett. De ennek nem volt jelentősége. Az Antant oldalán később Románia is részt vett, aminek ugye jelentősége lett Magyarország feldarabolása kapcsán, de a háború kimenetelét nem határozta meg. Most érdekes módon ez a háború 1918 nyaráig, késő nyaráig teljesen eldöntetlen volt. Megállapíthatatlan volt, hogy ki fog győzni. Most kirobbantották közben az orosz forradalmat. Kettős céllal. Orosz a cári birodalom megsemmisítése miatt. Ez volt a vezérlő gondolat. A másik gondolat az az volt francia és angol oldalról, hogy a cár esetleg letenné a fegyvert. Oly módon, hogy lemond, mert esküdtet, hogy nem teszi le. Lemond, átadja tehát a fia javára, egy régens tanács alakul feleségének az elnökletével, és az leteszi a fegyvert. Tehát megsemmisítés, ez a gondolat. Harmadik gondolat. És ebbe a gondolatba sajnos a németek is besegítettek. A harmadik gondolat az volt, hogyha Oroszországban az űrzavar jön létre, ez Oroszországot meggyengíti. Tehát három alapvető szempont meggyengíti. Az egyik azt mondta, hogy éppen ez erősíti meg, mert nem teszi le a fegyvert. Na most ez a három tendencia, amelyben az első, az itt te felsorolt, az első volt a vezérmotívum, végül is kirobbantotta a forradalmat. Ugye a forradalom már a levegőben lógott januárban. Már voltak nagy megmozdulások, végül is februárban bontakozott ki. Februárban, márciusban teljesen elfolyult már. Ez volt az első forradalom, amelynek formálisan az élén, de még nagyjából próbálva kordában tartani a folyamatokat, a Lvov herceg állt, de amelynek a tulajdonképpen irányítója Kerenszky volt, tehát Kerenszky, ezért nevezik Kerenszky forradalomnak, egy ilyen szociáldemokrata típusú politikai rendszer volt, amely le akart számolni a cárizmussal teljes egészében és minden tradicionális kerettel, csak az volt, hogy bizonyos mértékig a úgynevezett maximalisták szélsőségeit féken akarta tartani. Most egy ilyen folyamatot nem lehet féken tartani. És a forradalmon belül, a forradalmi állapotokon belül létrejött a második forradalom, amit úgy szoktak nevezni, hogy nagy októberi szocialista. Mert a régi naptár szerint ez október 25-ére esett, ami a nyugati naptár szerint november 7-ére. Tehát ez volt a bolsevista forradalom. A bolsevista, a kommunista, úgynevezett a szociáldemokratáknak a maximalista szárnya hozta létre ezt a forradalmat. Lenin, Trocki. Most itt derült ki, hogy a két forradalom között is még milyen különbségek lehetnek, mert a második forradalom az teljesen fékevesztetté vált. És ez volt a cél. Noha a fékevesztetteken belül is voltak fékevesztettek, akik már veszélyeztették a forradalmat, az anarchisták. Tehát volt egy anarchista kommunista szárny is, ezt viszont leverték, átlátva azt, hogy ezek mellett sohasem lehet még egy látszólagos és formális konszolidációt sem végrehajtani.
Most Lenin azt írta és mondta. Ugyanis intervenciók jöttek létre. A háború közben összeomlott, a központi hatalmak elveszítették, a cári Oroszország, amikor már nem volt jelentősége, békét kötött, Brest-Litovszki béke, de már nem volt jelentősége. Oroszország elvben a győztesek oldalán állt volna, de mint egy vesztes úgy omlott össze. Tehát ilyen értelem a győztesek oldalán elveszítette a háborút. Akár csak a központi hatalma. Most tehát Lenin azt mondta, amikor megindultak az intervenciók, angol és önkéntes és egyéb intervenciók, szövetkezve a még cárhoz hű és a cárizmushoz hű csapatokhoz, meg komoly offenzívát indítottak a bolsevisták ellen. Azt mondta Lenin, hogy néhány hét alatt legyőzhettek volna és tönkreverhettek volna minket. Ezt sejtelmesen mondta ki, amikor mondta, és nagyon enigmatikusan írta le. Ugyanis ezt a mondatot folytatni kell. Ha akartak volna. De nem akarták. Az intervenció ugyanis állintervenció volt. Könnyűszerrel felszámolhatták volna. Ha fehér csapatokkal, Kolcsak, Wrangel, Ungern, Sternberg, ezekkel megfelelően szövetkeznek. Úgyis ezek is elég erősek voltak, nem voltak erősebbek a bolsevistáknak. Az intervencióval együtt azonban sokkal erősebbek lettek volna, de az intervenció műintervenció volt. Tehát, hogy a világ előtt semmiféle szolidaritás vállalás nem volt elgondolható a Szovjetunióban. Illetve későbbi Szovjetunió, akkor Szovjet-Oroszországgal. Tehát ezzel nem lehetett együttműködni. Ezt meg kellett támadni, és úgy kellett tenni, mintha meg akarnák semmisíteni. De nem akarták, hát ugyanis akik az intervenciót odaküldték, azok voltak, akik előzőleg a forradalmat létrehozták, és létrehozták a második forradalmat a forradalmon belül. Tehát létre akarták hozni Szovjet-Oroszországot, a későbbi Szovjetuniót, a bolsevista, kommunista világrendet ki akarták alakítani. A világrendben a rend szó idézőjelben. Most a kommunisták azt hitték akkor, hogy ez egy rövidesen egy világforradalom lesz. A szociáldemokrácia szélsőségeseinek három irányzata volt. A menshevik, az egy olyan nagyon erős szociáldemokrata, kommunizmusba hajló szociáldemokrata irányzat volt. A bolsevik, és volt egy harmadik, Trockij képviselte, amely magát egyiket sem sorolta, hanem önmagát internacionalistának nevezte. Ugyanis Lev Bronstein, később Trockij, az volt az elve, hogy a kommunizmus csak akkor győzhet egy országban, ez egy paradox megfogalmazás, ha minden országban győz. Tehát vagy világkommunizmust csinálunk, vagy nem jöhet létre a kommunizmus. Tehát ő volt a permanens forradalom és a világforradalom legnagyobb szószólója.
Semmivel sem volt jobb különben, mint Sztálin, csak úgy mellesleg jegyzem meg. Most azt gondoltam, de még Lenin is abban az időben, és általában mindenki világforradalomban gondolkozott. Most itt kitört a forradalom, rövidesen kitör a föld összes országában. Szóval Leninék már készültek arra, hogy a világköztársaság vezetését átvegyék. Csak azok a hatalmak, amelyek az egészet irányították, ezt még nem látták az időt elérkezettnek, hogy ez mely bekövetkezzék. Azt viszont úgy látták, hogy nem elég, hogy a központi hatalmakat legyőzzék, nem elég. A központi hatalmak országaiban még külön forradalmakat is létre kell hozni. Ugye létrejött 1918-ban, méghozzá október végén, nehéz definiálni pontosan a napot. Körülbelül 25. és 31. között. Mert nem annyira robbanásszerűen, de elég gyorsan alakult a magyar országi forradalom. Az őszi rózsásnak nevezett forradalom. Az őszi rózsásnak nevezett forradalom, ez teljes mértékben szabadkönyves szervezésű forradalom volt. Magyarországon ugye is volt a szabadkönyvességnek egy külön szervezete, amely tulajdonképpen a mondjuk úgy, hogy a legmocskosabb szabadkönyves elveknek a gyűjtő tartája volt, a Galilei kör. Tehát a Galilei kör, mondom, szabadkönyves irányítás alatt volt a legfőbb mozgatója az őszi rózsás forradalomnak, amit Károlyi forradalomnak is neveznek, akit joggal lehet a magyarországi Kerenszkinek tekinteni. Tehát létrejött az úgynevezett Károlyi féle forradalom. Károlyi miniszterelnök volt, kérte felmentését az esküje alól, majd miután ezt megkapta, hozzálátott az úgynevezett népköztársaság létrehozásához. Akkoriban alternatíve használták a köztársaság és a népköztársaság megnevezést arra, amit Károlyiék létrehoztak. Miután ehhez sem a király beleegyezésével nem rendelkeztek ehhez, sem az országgyűlés felhatalmazásával, mint az országgyűlést feloszlatták. Létrehozták az úgynevezett nemzeti tanácsot. A nemzeti tanács először, mikor létrejött, úgy nézett ki, mint egy ilyen országgyűlési különbizottság, és nem is gyanították, hogy mi akar ezt tulajdonképpen lenni. Az országgyűlés viszont megszüntették. Károlyiból úgymond köztársasági elnököt csináltak. Károlyi, aki méltó utóda volt egyébként Kossuth Lajosnak, méltó és nagyon hasonló, csak mondjuk egy hiperprofizált változata volt Kossuth Lajosnak. Egy eltúlzott, torzá alakított karikatúra szerűen eltorzított változata, de alapjában véve ugyanazt a vonalat képviselte, mondjuk még alantasabb és még aljasabb keretek között. Most ahogyan Kerenszkinek szerepe volt abban, és a Kerenszki forradalomnak szerepe volt abban, hogy a bolsevisták átvegyék a hatalmat, Károlyinak is jelentős szerepe volt abban,
hogy a köztársaság vagy népköztársaság, egyeket idézőjelben, mert ezek nem voltak magyar államformák, hogy ez átalakuljon tanácsköztársasággá. Március 21-én. Tehát átalakult tanácsköztársasággá. Amit így is neveztek akkoriban, hogy a magyar-szovjet köztársaság. Használatos volt ez a kifejezés. A magyar-szovjet köztársaság. Kun Béla, aki a voltaképeni feje volt az akkori eseményeknek, mert formálisan Garbai Sándor állt az első helyen, de neki nem volt hatalma. Kun Béla rendszeresen, szóval Lenintől kapott, Leninnel telefonált. Tehát Leninnek alárendelte magát. Tehát teljesen úgy kezelték a tanács, a magyar-szovjet köztársaság, mint Szovjet-Oroszország egy filiáléját. Egy kirendeltséget. Most miután itt olyan esztelen öldöklést hajtottak végre Samueliék, Corvin Kleinék és egyebek, tehát olyan öldöklést hajtottak végre, hogy a tulajdonképpen majd fenntarthatatlan volt a rendszer. Ausztriában is forradalom jött létre, de ott a szociáldemokrácia szintjén megfeneklett. Németországban, különösen Bajorországban viszont létrejött egy bajor tanácsköztársaság. Ezek a tanácsköztársaságok, és ezek nem tudták fenntartani magukat. Ezek olyan általános gyűlöletet váltottak ki mindenkiből, ami teljesen példátlan volt. Beszéltem olyan emberrel, aki azt mondta, hogy ő azért becsüli a tanácsköztársaságot, mert a tanácsköztársaság a Magyarországra nyomuló idegen csapatok, csehszlovák, román csapatokra felvette a harcot. Hát azok azért nyomultak be, mert tanácsköztársaság volt. Azok azért nyomultak. Hozzákapcsolták, persze volt hódító szándékuk Magyarországgal szemben, de ez volt a fő motiváció, ugyanis eddig nem akartak elmenni. Tanácsköztársaságig nem akartak elmenni. Ezért támadták meg. Amikor az ellenforradalom megszilárdult, Horthy, akkor a nagy antant visszaparancsolta ezeket a támadókat. Tudnilik, nem csak zavarkeltésre és rövid távú népirtásra akarták felhasználni a tanácsköztársaságot. Nem akarták, hogy tanácsköztársasági rendszer legyen, hogy netán átterjedjen igazán máshova. Tehát nem akarták, hogy ez itt elhatalmasodjék, vagy Bajorországban elhatalmasodjék. Erről szó sem volt. Azt akarták, hogy ezek itt garázdálkodjanak egy darabig, és azután ezt szűnjék meg. Természetesen a tanácsköztársaság megléte jó ürügy volt ahhoz, hogy később Magyarországot még jobban megcsonkítsák. Tehát a népköztársaság és a tanácsköztársaság léte nem volt előidézője a trianoni úgynevezett békének, de hogy a trianoni úgynevezett béke ilyen mérvű lett, abban jelentős szerepet játszott. Tehát Magyarországon az antant nem pártfogolta a tanácsköztársaságot. Eltűrte. Kivételt képezett az a olasz misszió parancsnok, Romanelli alezredes,
akiről később utcát neveztek el Magyarországon, és meg is érdemelte, hogy nevezzenek róla, mert Kun Béla kijelentette, hogy a ludovikás fiatal tiszti akadémistákat lámpavasra fogja akasztatni. Még megmondta, hogy ezen a napon délután lesz az akasztás. Mert az akkor renitenskedtek a tanácsköztársággal szemben. És akkor felkereste őt Romanelli, Guido Romanelli ezredes, és megmondta, hogy mindenért Kun Bélát személyesen teszi felelőssé, de ezzel nem elégszik meg. Ha megkísérli ezt, az olasz missziós csapatok harcba fognak állni velük. És akkor visszarettent, ugyanis az Antanttal nem mert volna ő harcba bocsátkozni. Csinált egyébként néhány ilyen, nagy rendkívül megvetették Kun Bélát, az Antant tisztjei is. Egy angol ezredes József főhercegnek, aki házi őrizetben volt Alcsuton, a birtokán, József főherceg tábornagy, ez angol tiszt az angol királytól egy levelet vitt neki. És előzőleg ez az angol tiszt találkozott Kun Bélával. Ő beszéltek, és megmondta, hogy hova szállni. Azt mondta Kun Béla, előbb bele fogok nézni a levélbe, és majd akkor döntöm el, hogy elviheti-e. Azt mondta az angol, ez is, maga nagyon kis ember ahhoz, hogy az angol király levelét felbontsa és elolvassa. Önniben maradtak. Hogy nagyon kis ember maga ahhoz, hogy nem is mert szembe helyezkedni. Hogy milyen lehetett a tanácsköztársaság, arra vonatkozóan talán fogalmat ad az, hogy Budapest lakossága áhítozva várta a román megszállást. Pedig a románokról volt már fogalmuk akkor is. Várták, hogy a románok foglalják el Budapestet. Olyan volt a tanácsköztársaság. Egy kis anekdotikus elem. Samuelnek volt az egyik alvezére, azt úgy nevezték, hogy Kerekes Kón. Most volt egy másik alvezére, Nick Gustav. Nick Gustav, mint fiatalkorú, meggyilkolt egy gazdag prostituáltat és kirabolta. Miután nem volt még 24 éves, nem ítélték halálra, csak életfogytiglani börtönre. Nick Gustavot. Nick Gustav 1918-ban kiszabadult, 19-ben Samueli egyik alvezére volt. És Samueli egyszer felfigyelt arra, hogy Kerekes Kón és Nick Gustav hangos szóváltásba került egymással, és vitatkoztak, hogy 5 perc alatt hány embert lehet felakasztani. Mire Samueli azt mondta, hogy az elvtársak ne vitatkozzanak. Ezt úgy lehet eldönteni, hogy kipróbálják, és azonnal. Ki is próbálták. Nem tudom az eredmény, de... Samueli egyébként a parlament pincéjében csecsemőket tépett szét harapófogóval. Szaggatott szét. Erről utca volt elnevezve viszont Magyarországon. Budapesten ugye, a Lónyai utcát így nevezték el. Ez, tehát Samuel itt olyan nevet szerzett magának, hogy a szélső baloldali, akkori ausztriai rendszer, mindenkit beengedett, hajlandó volt beengedni, Kun Bélának is menedékjogot és egyebeket adott, csak Samuelit nem. Ugye amikor Samueli
ment a határ felé, tudták, hogy merre fog menni, akkor osztrák csendőrök, magyar csendőrök, helybeli magyar gazdák várták, körülbelül 40-en. És Samuel, amikor észrevette őket, akkor fejbe lőtte magát, de ez tulajdonképpen a felső állkapcsát lőtte szét, nem halt meg. Hát akkor kivégezték őt. Elég kemény módon. Hogy a másik hozzá teljesen hasonló valaki, a Corvin Klein Otto, akinek a leveleit azelőtt ilyen szemelvénygyűjteményekbe lehetett olvasni. Én találkoztam egy nővel, két lába volt, két karja, feje, fülei, szeme, orra, stb. Volt ennek a nőnek, és azt mondta, hogy ő, mikor ő sírva olvasta el, mert elérzékenyült. Corvin Klein Otto levele a börtönből, síralomházból. Hát Corvin Klein Otto nem sírta el magát azoknak a körében, azoknak a sokaknak a körében, akiket meggyilkolt, saját kezűleg és meggyilkoltatott. Samueli halál, az úgynevezett halálvonat. Trockinak is volt halálvonata, Samuelinek is volt halálvonata, páncélozott vonattal járta az országot, megállt különböző falvakba, a Lenin fiúival megszállta a falut, és a falu módosabb gazdáit felakasztatta. De még akasztani volt kedvük, akkor a nem módosakat is akasztották. Kis városokban is megjelent. Éppen akasztatott egy városban egy fiatal ember, ugye hasonló hozzá, hasonló fiatal ember, oda ment hozzá, és közölt, hogy Samueli elvtárs, nekem az egyetlen vágyam, hogy én magam saját kezileg felakaszthassak a burzsák közül. Igen. Mire Samueli közölt, hogy tetszik nekem az elvtárs. És akasztom, de elfogytak az akasztandók. Erre a nézők közül gyorsan kiválasztottak egyet, azt felakasztotta ez a ifjú. Tetszik nekem az elvtárs. Most a Horthy féle úgynevezett ellenforradalom ról magasabb szempontokat is figyelembe véve csak pozitíve lehet nyilatkozni. Tehát az úgynevezett ellenforradalom, ami valóban ellenforradalom volt, minden elismerést megérdemel. Horthy későbbi tetteiben voltak vitatható mozzanatok, de amit akkor, mint fővezér, véghez vitt, és amit véghez vittek, és az még pozitívabb volt, azok a személyek, akik a különítményeket vezették. Héjas Iván, Prónai Pál, Ostenburg Moraveg Gyula. Ezek még nagyobb elismerést érdemelnek. Még voltak mások is. És ezek tulajdonképpen kemény kézzel, de teljes az igazságosság teljes birtokában számolták fel a bolsevizmus maradványait az országban. Nagy kár, hogy 1990-ben nem voltak Héjas Ivánok, Ostenburg, Moraveg Gyulák és Prónai Pálok.
Nagy kár. Most a bolsevista forradalom egy minőségileg más kategóriát jelentett a korábbi forradalmakhoz képest. Itt ugyanis a legeslegmélyebb és legeslegalsóbb rétegeket mozgósították azok, akik a forradalmak hátterében álltak mindig is. Szóval a mozgatók azok körülbelül azonosak voltak. Ott is volt egy bizonyos minőségi transmutáció, de ez nem volt lényeges. Tehát a csőcseléknek mindegyik forradalomban volt szerepe. De azután visszafogták őket. A francia forradalomban is. Még a 30-as és az 1848-asban is. Az 1848-asban Kossuth használta fel a csőcseléket, ugye madarászok testvéreken keresztül, mint múltkor beszéltem erről, a két madarász testvér volt megbízva, hogy bizonyos ifjú ágensek révén a csőcseléket bármikor Kossuth céljainak megfelelően mozgósítsák. Ezek ölték meg Lambertet. A magyarok itt rontották el a helyzetüket végképp. Ezek a még jobban elrontották az úgynevezett detronizációval. Most azért nézzünk vissza a 18-as forradalomban, tulajdonképpen mik történtek menet közben. A magyarországi szociáldemokrata Károlyi-féle forradalom és az osztrák Renner-féle szociáldemokrata forradalom, de Ausztriában ez megálltott, tehát ott a bolsevizmusban nem ment át az egész. Idején, november 11-én a kényszerítő körülmények hatására első Károly császár és negyedik Károly király megtette a Schönbrunni nyilatkozatot, amely Schönbrunni nyilatkozat Schönbrunni kiáltvány néven ismert. Majd november 13-án egy újabb nyilatkozatot tett, amely az Eckartzaui levél nevet viseli. 11-én Ausztriára, 13-án Magyarországra vonatkozóan ebben nem mondott le, tehát lényeges, nem mondott le, hanem azt írta, hogy az uralkodói jogok gyakorlásától ideiglenesen visszavonul. És a későbbiekre bízza, hogy azután mit fog tenni. Tulajdonképpen hiba volt ennek a levélnek, illetve ezeknek a nyilatkozatoknak a megtétele is, noha, mondom, ez lemondást egyáltalán nem tartalmazott. Ő amikor visszatér, neki volt két visszatérése Magyarországra. Ezek restauratív kísérleteknek voltak felfoghatók. Azért tért vissza Magyarországra, mert Magyarország nyíltan a királyság mellett foglalt állást. Tehát nem alakult át úgymond köztársasággá, mint Ausztria, hanem királyság volt, és őt ismerték el hivatalosan királynak. Erről nem csak a hercegprímás és a magyar főnemesség tájékoztatta, hanem maga Horthy Miklós is, hogy őt tekinti Magyarország törvényes királyának.
és ő két alkalommal úgy látta, hogy helyén való a visszatér. Nem volt helyén való, és nem volt kellően felmérve, teljesen jogos volt a eljárása, csak nem volt politikailag helyes akkor visszatérni, amikor visszatért. Főképp a második visszatér, az első visszatérés aláhúzta az ő szándékát. A második visszatérés azonban előidézte azt, hogy a kormány, a Bethlen István gróf által vezetett kormány egy detronizációs javaslatot terjesztett a nemzetgyűlés elé, és a nemzetgyűlés megfosztotta trónjától IV. Károly királyt és a Habsburg-Lothringen dinasztiát. Most jegyezzük meg ezzel kapcsolatban. Ez egy örök alapelv lesz. És egyszer s mind az eredeti és akár alkotmányos felfogást is tükrözni. Az uralkodók megfoszthatatlanok a tróntól. Megfoszthatatlanok. Tehát nincs olyan országgyűlés, nemzetgyűlés, birodalmi gyűlés, amelynek jogosítványa lenne arra, hogy detronizáljon. Az Antant, Nagy és Kis Antant fenyegetésére hozták meg ezt a detronizációs javaslatot, ezért tette a kormány, de ennek ellenére ez a detronizáció semmisnek tekinthető, mert nincs jogosítvány, mondom, semmiféle szervnek, testületnek, hogy a királyt elmozdítsa. Ha lenne egy olyan népszavazás, tegyük fel, még ha azt a király hívná össze, vagy indítaná meg kezdeményezni, amelyben a lakosság 100%-a a detronizáció mellett foglalna állást, a detronizáció akkor is érvénytelen lenne. A királyt nem lehetett a magyar és az európai felfogás szerint megfosztani a trónjától. Ilyen nem volt. Ilyen nem létezett. És nem is létezhet. Ugyanis a király egy nemzet teljességével szemben is primátusban van. A nemzet teljességével szemben is primátusban van. Aki úgy érzi, hogy ez mégsem helyes, akkor az gondolja, hogy ő most éppen, amikor így érez, baloldali. Ugyanis ez a baloldaliság egyik megnyilvánulása. Tehát nem lehet. Nem lehet megfosztani. Most más kérdés az, hogy negyedik első Károly császárnak, negyedik Károly királynak, egy igen derék és kiváló és ember volt, de korán sem volt olyan személyiségi súlya, mint Ferenc Józsefnek. Renner, aki akkor úgymond kancellár volt, 45 után szintén majd osztrák köztársasági elnök. Ő mondta visszaemlékezéseiben, ő szólította fel ugye lemondásra Károlyt. Nem mondott le, hanem azt nyilatkozott, tehát mindegy. De azt mondta Renner, hogy bár ő meggyőződéses monarchia ellenes volt, Ferenc Józsefnek nem lett volna képes azt mondani, hogy mondjon le. Nem lett volna képes, nem tudta volna kimondani azt, hogy Ferenc József felé, hogy mondjon le. Mondja, hogy nem tudta volna megformálni a szavakat. Mondja, pedig meggyőződéses antimonarchista volt. És nem volt Ferenc József híve egyáltalán, de Ferenc Józsefnek olyan súlya volt, hogy nem tudták volna megmondani. Majd a későbbiekben fogok ezzel foglalkozni, de most már most is megjegyzem, hogy ugye az ellenforradalmat követően, amit joggal nevezett Uzdóci Zadravec püspök szent ellenforradalomnak,
a Szent ellenforradalom után, 1920. március 1-én a legitim, de kirendelt trónfosztás, ki nem, ilyen jogokkal nem rendelkező, de legitim nemzetgyűlés, 1920. március 1-én Horthy Miklós altengernagyot, ez volt a rangja, nem tengernagy és nem ellentengernagy, ha. Mert hát mindig elvétik a altengernagyot, Magyarország kormányzójává választotta. A kormányzó jogkört egyébként menet közben többször kitágították. Hát kormányzóvá választotta. Már ideiglenes kormányzó előzőleg is volt Magyarországon 1919. augusztus 7-e és 25-e között József főherceg tábornagy, Magyarország ideiglenes kormányzója volt. Ő nevezte ki a Friedrich kormányt például. Ő nevezte ki Horthyt fővezérré. De ez egy, mondjuk egy közjogi provizóriumot hoztak létre a kormányzóság bevezetésével. Ideiglenes jelleggel hozták létre, de megtartott ideiglenes jelleggel. Horthy sohasem akart király lenni. Sohasem akarta, hogy az ő családjából bárki is király legyen. Első elgondolása viszont az volt, lehetett, hogy élethosszíglan akart kormányzó lenni, később pedig ezt még kibővítette azzal, hogy egy kormányzói dinasztiát létrehozni. Tehát ilyen szándékai voltak. De király soha nem akart lenni, és soha nem akart, hogy a családjából király legyen. Úgyis neki felajánlották a királyságot. De ezt nem fogadta el. Tehát még a gondolatát sem, nem, hogy nem az országgyűlés, egy bizonyos csoport ajánlotta fel, hogy ezt az országgyűlése vagy nemzetgyűlésen majd szóvá teszik, de ez nem járult hozzá. Tehát Magyarország királyság maradt. És Magyarországon egy kettős legitimitás volt érvényben. Ez egy paradox helyzet, nagyon ritkán vannak ilyenek történelmileg, de lehetségesek. Magyarország egy történelmi példa erre a kettős legitimitásra. Ugyanis Horthy legitim módon volt kormányzó. Akkor, amikor IV. Károly legitim módon volt király. És mikor meghalt, akkor II. Ottó legitim módon volt örökös király. Nem trónörökös, örökös király. Örökös ebben az esetben nem azt jelenti, hogy örökké tartó, hanem aki megörökölte a királyságot. Az örökös király ez ugyanis a közjogi megnevezése annak a királynak, aki a király valamennyi jogát gyakorolja, de valamilyen okból kifolyólag az uralkodás, az uralkodói gyakorlatokat nem tudja kézbe venni. Tehát ez az örökös király ez a... De a király valamennyi jogát birtokolja. A koronázás ugye megpecsételi ezt, de nem a koronázás teszi királlyá a királyt. Például a szapolyai ellenkirály volt és illegitim király, megkoronázták, nem volt igazi király. Aba Sámuel sem volt igazi király, na megkoronázták. Kossuth Lajos felesége sem volt igazi király, na a fejére tette a koronát. Meg Szevere Bertalan is, meg Kossuth Lajos is a fejükre tették a koronát. Nem a koronázástól lesz király. Attól lesz király, hogy a másik király megszűnik király lenni. Tehát vagy meghal, vagy lemond. És abban a másodpercben királlyá válik. Akkor is, ha ő maga nem is tud róla.
tartotta, nem is tud róla. Egyébként ez így van mindenütt. Angliában is második Erzsébet úgy lett király, hogy egy fatető szállodába tartózkodott éjszaka Afrikában. Onnan az ottani vadot lehet megfigyelni. Tehát úgy nézte éjfélig a vadot, de lefeküdt aludni, reggel felkelt és elment. És közben éjszaka meghalt hatodik György király. De az ő királysága a halál bekövetkeztének a pillanatától veszi a kezdetét. Tehát nincs olyan, hogy nem fogadja el a királyságot, akkor le kell mondania neki, mint a királyságról. Azt már elnyeri azáltal. Pusztán a... Tehát, hogy nem üresedhet meg a királyi szék. Ez a lényeg. Tehát nem lehet egy másodpercnyi intervallum, amikor nincs uralkodó. Amikor például második Otto örökös király 1261. május 1-én lemondott trónigényéről, abban a pillanatban maga is leszármazottai számára, abban a pillanatban első Róbert lett Ausztria császára és Magyarország apostoli királya, örökös királyként. Tehát Magyarországon ismétlem, az a ritka, egészen ritka helyzet alakult ki, hogy két legitimitás volt párhuzamosan érvényben, mind a kettő igazi legitimitás volt. A legradikálisabb Habsburg párti legitimisták sem állították soha azt, hogy Horthy illegitim. Nekem is hivatalosan soha. Csak azt mondták, hogy a Károly vagy az Otto legitimitás erősebb legitimitás, mint Horthy kormányzói legitimitása. Soha nem mondták azt, hogy illegitim lenne Horthy. És a legelvadultabb szabad királyválasztók sem mondták soha azt, hogy a Károly vagy Otto legitimitása egy abszurdum lenne. Csak azt mondták, hogy a helyzet, a kormányzói legitimitás erősebb, és ha őket akarnák visszahozni, akkor újból meg kellene választani őket. De ilyen, ebben az esetben nyitva áll, másokat is meg lehet választani. Ez egy tulajdonképpen egy képtelen álláspont volt. Igen sok királyt meg akartak, igen sok embert meg akartak választani királynak. Kró István grófot például, meg... Laosztai herceget, Viktor Emánuelt például meg akarták választani magyar királynak némelyek. Viktor Emánuel erről nem is tudott. Most én nem tudom, hogy tulajdonképpen stupiditásból vagy viccből, de már azt is kitalálták némelyek, hogy második, vagy Viktor Emánuel, magyarul ne Viktor Emánuel néven uralkodjék, hanem Győző Manó néven. Ez ugye rendkívül alacsony termette is, a Győző Manó néven uralkodjék Magyarországon majd, ha ő lesz a magyar király. Ez a dolog nem teljesen komoly, szóval megalapozottság az sokrétűen vitafér, de hát voltak ilyen törekvések is, a szabad királyválasztók. Most ismétlem, még a Horthy nem foglalt állást, vagy pontosabban Horthy, és itt volt bizonyos jellembeli nem teljes tisztasága, ugyanis a legitimisták előtt ő legitimistának mutatkozott, és a szabad királyválasztók előtt szabad királyválasztás pártinak. És önmagában pedig egyik sem volt, hanem a kormányzóság meghosszabbításának
a híve. Tehát egyébként én Horthy tisztelő vagyok, Horthy tisztelő is vagyok, de ez például egy elfogadhatatlan mozzanat volt az ő. Tehát ebben ez a ilyen értelemben egy bizonyos alakoskodás. Láthattuk az eddigiek során is, hogy azok a forradalmi formációk, amelyek körülbelül az angol forradalomban vették a kezdetüket Európában, de amelyeknek előzményei voltak. Amelyeknek komoly előzményei voltak Magyarországon is, a parasztlázadások, a bocskai betlenféle megmozdulások. Ezek mindegyike kivétel nélkül olyan, amelyeket a revolúció destructrix sinistra névvel, tehát a baloldali bomlasztó romboló forradalmak körében lehet és kell sorolni. Itt a kezdetén, majd erre a későbbiekben még rá fogok térni egy más előadásban, hatféle változata van a forradalmaknak és ellenforradalmaknak. Most a forradalmak kivétel nélkül, amiket eddig tapasztaltunk és eddig tárgyaltunk, azok mind negatív, megítélhetőségű forradalmak voltak. Mind radikálisan antitradicionális forradalmak voltak. Az ezekkel szemben megnyilvánuló ellenforradalmi mozgás azonban döntően és súllyal pozitívumként fogható fel. Tehát az ellenforradalmi megnyilatkozások pozitívak voltak. 1848-ban nem volt ellenforradalom. Ott nem volt ellenforradalom. Tehát ott nem ellenforradalmi módon állította helyre az uralmát az uralkodó. Egyszerűen visszanyerte, és reguláris módon csapatokkal verte le azt, ami vele szembe fordult. Tehát nem volt ezzel szemben ellenforradalom volt például Franciaországban, a francia forradalom idején. Végül másképp került vissza 18-ra is, nem ennek révén, de volt ellenforradalom. Angliában volt ellenforradalom. És Magyarországon is volt ellenforradalom 1919-ben. És az ellenforradalmak, ismétlem, ezek pozitívumok. Arról majd később lesz szó, hogy mi volt itt 1956-ban. Nem akarok ebbe belebocsátkozni. Most majd beszélünk erről. Önmagában a forradalom is lehet pozitív, és az ellenforradalom is lehet negatív. De teljesen pozitív forradalmat eddig még nem lehetett tapasztalni. Bizonyos forradalmakban, mint egy vonulat, háttérvonulat, jelent meg tulajdonképpen az igazán pozitív forradalom. Háttérvonulatként. De elvileg lehetséges.
És lehetséges bármikor, és semmi akadálya nincs ennek az el, hogy negatív ellenforradalmakat is elgondoljunk, baloldali ellenforradalmakat, szélső baloldali ellenforradalmakat akár. Noha az eddig tapasztalt ellenforradalmak mind jobboldaliak voltak. Mind jobboldaliak voltak, és mind pozitívak voltak. Oroszországban volt ellenforradalom, valóban ellenforradalom is volt. Restaurált erőknek a szembeszállása is volt a forradalommal, intervenció is volt, de hát az egész úgy lett megkomponálva, hogy végül is ezek ne győzhessenek. Oroszországban akár Kolcsak, akár Wrangel, és még inkább Ungern Sternberg teljesen pozitív alakok voltak. Ungern Sternberg egyenesen szóval tradicionális értelemben is a legmegfelelőbb vonalon mozgott. De az intervenciótól nem kapták meg azt a segítséget, amit reméltek. És ami nélkül nem tudtak győzni. Az első és a második világháború, a második világháborúval később foglalkozunk, organikusan összetartozik. A második az elsőre épül teljes mértékben. Az első teremtette meg azokat a feltételeket, amelyek azután a másodikban aztán végképp beértek. Tehát nem tudtak győzni végül is igazán a forradalmak, csak Szovjet-Oroszországban és távol Mongóliában később szovjet hatásra. Nem tudtak győzni a forradalmak. Ausztriában egy ideig, de egyre mérsékeltebben szocialista, szociáldemokrata kormányzat volt. Köztársaság lett, szociáldemokrata kormányzat volt, egyre mérsékeltebben szociáldemokrata, és végül azután, amikor Dollfuss kancellár hatalomra került, akkor ő megfelszámolta a szocialista berendezkedést. Magyarországon viszont Magyarország abban az időben nagyon adekvátan viselkedett. A Magyarország példamutató volt. Mert amikor az ellenforradalom így győzött, Magyarország egy erősen jobboldali berendezkedésű országként kezdett funkcionálni. Magyarországon nem, akkor most nem akart senki visszatérni a köztársasághoz, néhány kommunista, ilyen félkommunista, szociáldemokrata kivételével. Nem akartak visszatérni. Királyságot akartak. Csak sajnos Magyarországot akkor is presszionálták, és voltak olyan politikusok, akik a presszióknak engedtek. Például Bethlen István gróf, akit én egy negatív alaknak tartok, és ahogyan az időben megyünk előre, egyre negatívabb alak volt. Még 1919-ben az antibolsevista komitét szervezte Bécsben. Később azonban külföldi nyomásra, szabadkőműves és egyéb nyomásra engedélyezte, hogy a szociáldemokrata párt Magyarországon működjék. Az a párt, amelyik egyébként levitéz lett a Károlyi forradalomban, sőt azután is, hiszen a
forradalmi korban népbiztosok tanácsában szociáldemokraták is voltak. Mindjárt az elnökük Garbai. Tehát a nagyon levitézett szociáldemokrata pártot engedélyezte. Mert közölték vele, hogy Magyarországgal szemben ilyen és ilyen szankciókat fognak életbe léptetni, ha nem engedélyezi. Nem helyes sohasem engedni ezeknek. Tehát a szociáldemokrata párt és a kisgazda párt is baloldali párt volt. Kisgazdát jobb oldalának, szóval baloldali párt volt. 1944. március 19-én, amikor itt a németek bevonultak, a szociáldemokrata pártot és a kisgazda pártot betiltották. Kisgazdát is betiltották. Nem tudom, miért szokták azt mondani, hogy ez egy jobb oldali párt. Egy baloldali párt. Hogy vannak baloldalibak, is kétségtelen. Tehát a magyar történelem egyébként rendkívül erősen alkalmas arra, hogy a legkülönfélébb világméretben is jelentős erőknek a manifestációit tanulmányozzuk a magyar történelem időszakain, a magyar történelemben végbe menő alakulások összefüggéseiben. Magyarország erősen demonstrálja ezt. Köszönöm szépen.